Dr. Kubinyi Edikő biológust, az eltett etológia tanszék tudományos főmunkatársát szeretném köszönteni a Pudikon Podcast adásában. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szerintem olyan kezdhetnénk is, hogyha valaki még nem hallotta etológiáról. Hogyan jött létre az etológia, és mit is vizsgál? Az etológia az az állatok viselkedésével foglalkozó tudomány. Egy, a biológia alá tartozik. És evolúciósan szemléli a, az állatok, és ebbe beleértjük az embernek a viselkedését. Az etológiából hogyan jött létre a kognitív etológia? Az etológia az, azt szeretjük interdisziplináris tudománynak tekinteni. Ugye én is, amikor dolgozom, akkor, akkor nem csak a a, a viselkedést magát írom le, hanem nagyon kíváncsi vagyok a mechanizmusára, hogy ez hogyan történik. Ezért kapcsolatban vagyunk mindenféle tudományágnak a művelőivel. Például a mi kutatócsoportunkban is dolgoznak agykutatók és genetikusok is. A kognitív tudomány, vagy a kognitív etológia az elsősorban az elmeműködésre működésre kíváncsi. Nagyon sokáig azt gondolták a, még a kutatók is, hogy az állatok belül fekete dobozok nem képesek gondolkodásra, és a kognitív etológia volt az, amelyik, amelyik ezt nagyon sok kísérlettel és megfigyeléssel aprólékosan megcáfolta. Úgyhogy most már szerintem ez, ez teljesen mindenki számára evidens, hogy az állatok is képesek gondolkodni, nekik is vannak érzelmeik nagyon sok mindenben hasonlítanak az emberre. Ezt a kognitív etológiának köszönhetjük, hogy ezt ma tudjuk. És a kognitív etológiának a látóterébe hogyan kerültek bele a kutyák? Ez is egy izgalmas kérdés, nagyon, 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 jó kérdés, mert sokáig kutyákat tilos volt kutatni, néha ugye kialakulnak tabuk a tudományban, és aztán paradigmaváltás szükséges, hogy ez megváltozzon. A kutyát az etológusok mesterséges fajnak tekintették. Ez nagyon fontos volt, ugye 1973-ban Konrad Lorenz-el az élen. Azért kaptak Nobel-díjat, hogy az állatok természetes, természetben előforduló viselkedését kutassák, ennek a módszereit dolgozták ki, és a kutyára azt mondták, hogy ez egy mesterséges faj. Ezt az ember hozta létre, abszolút természetellenes, mesterséges környezetben él, úgyhogy értelmetlen kutatni, mert, mert nem, nem kapunk megfelelő válaszokat. És aztán a Csányi Vilmos Magyarországon mindig is izgalmasnak gondolta a kutyát, de bonyolult fajnak, úgyhogy halakon megtanulta, hogy hogyan lehet viselkedést kutatni, és aztán a 90-es évek elején vágott bele megint abba, hogy próbálkozzunk a kutyával. Ő eredetileg vegyész volt, tehát őt annyira nem érintették ezek a tabuk, az nagyon, nagyon könnyen váltotta a tudományterületek között a legtöbb kutatóhoz képest. És, és aztán azt kezdte hangsúlyozni, hogy, hogy ez, ez egy butaság, hogy a kutya a mesterséges állat, a természetes környezetében kell vizsgálni, és a természetes környezete az az emberi környezet. A gazdájával együtt vizsgáljuk, és akkor most már semmiféle problémája nem lehet az etológusoknak sem. Éppensége pont izgalmas a kutyát vizsgálni más fajokhoz képest, mert a, a saját evolúciónkról is egy csomó mindent megtudhatunk azáltal, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a kutya hogyan képes alkalmazkodni az emberi környezethez szavak, a beszéd nélkül. És Először ezt a megközítést Igazából kinevették, tehát nem vették sokáig komolyan, és éveknek kellett eltelni, mire az első publikációk megjelentek. Mostanra viszont világszerte elterjedt az a módszer, ami, amiben az etológia a tanszék úttörő volt, és tényleg szerintem minden kontinensen vannak most már laboratóriumok, és, és, és nagyon meredeken nőtt a kutyás kutatások száma. És a kutyák etológiai szempontból mivel voltak nagyon különlegesek, mint a többi fajhoz képest? Érdekes kérdés, és van is erről némi vita. Tehát az egyik álláspont az az, hogy, hogy a, a kutya miatt, mert, mert a legrégebbi háziállat, és velünk élsz, és, és szavak nélkül is csodálatosan kommunikál, és együttműködik velünk, ezért sokan azt gondolják, hogy különleges kognitív képességek Alakultak ki benne, amiben hasonlít az emberhez. Mások pedig azt mondják, hogy ezeket a kognitív képességeket a vadon élő fajokban is megtalálhatjuk, de mivel nem élnek az emberek között, és, és egy vadállatot szelídíteni nagyon hosszú folyamat, és még, a, még az utódai is sokáig, sok generáción keresztül félni fognak az emberektől, és ezért nem viselkednek természetes módon, és nem kezelik a fajtásként az embert, a kutya némileg annak kezeli. Ezért félrevezető azt látni, hogy, hogy ők mondjuk nem kommunikálnak olyan hatékonyan az emberrel. Én is egy picit azon az állásponton vagyok, hogy a, hogy a kutyának nem, a kognitív képességei különlegesek, hanem az, hogy, hogy az embert tásként fogadta el és beépítette a saját szociális rendszerébe. Olvastam több érdekességet. Az egyik, hogy elvileg, hogyha van egy majom anyuka, és vagy talán csimpánz, és neki van egy, egy gyermeke, hogyha elveszíti az édesanyját, akkor hogyha teljesen mindegy más a közösségből ki akar igazából ugye, gondjába venni, ő nem fogad el senki mástól úgymond ételt el, és a, a, kutya meg az ember képes csak arra, hogy elvileg újra ilyen esetben újra kötést képes kialakítani. Hogy ez tényleg így van, vagy ez, vagy ez, vagy ez fals? Uh -huh. Előfordulhat, hogy, hogy egy, egy kölyök állatnak olyan traumatikus a, a, szül, a szülő gondozó és a, a korábbi környezetének az elvesztése, hogy nem fogja elfogadni az élelmet. De hát az ellenkezője is előfordult, tehát az állatkertekben korábban évtizedekkel ezelőtt nagyon gyakori volt, hogy, hogy kölyök állatok érkeztek, akiknek elpusztították a, a szüleit, most már az állatkertek próbálnak tenyészteni állatokat, és, és egymás között cserélgetik a, a, az állatokat, hogy az állomány egészséges maradhasson. Ezért ezt nem, nem, fogalmaznám ennyire sarkítottan. Az viszont tény, hogyha van egy kölyök kutya, és megnézzük, hogy, hogy elválasztáskor van, milyen, kihez vonzódik, és mennyire van megnyugtató hatása rá egy ember stressz helyzetben, akkor azt a meglepő dolgot fogjuk látni, hogy, a, hogy, az, hogy az, ember sokszor megnyugtatóbb hatással van rá, akár mint a saját anyja. Tehát a kutyákban egyértelműen van egy vele vonzódás az ember felé, és ez ténylegesen a háziasításnak köszönhető. Tehát ez annak köszönhető, hogy nagyon sok generáció óta körülbelül 25 ezer éve él a a kutya az embernél, és ugye a generációs idő az, az elég gyors, az év kutyák évente kétszer tüzelnek. Régebben valószínűleg még csak egyszer tüzeltek, hiszen a farkasok egyszer tüzelnek évente. De ennyi generáció elég volt ahhoz, hogy hogy azok az egyedek szelektálódjanak ki, azokat tenyészék tovább az emberek, akik akiknél látják ezt a vonzódást, ezt a szociális vonzódást az ember irányába. És ez minden kutya viselkedésnek az alapja. Enélkül nem tudna annyira jól együttműködni velünk, ahogy teszi. És mennyire tudja mondjuk egy kutya átvenni mondjuk a gazdájának akár az érzelmét, mennyire fontos a, a ez a fajta emberi-kutya emberi kapcsolat a többi fajta viselkedését tekintve is? Igen, ez a csodálatos a kutyában, hogy minden állatnál jobban át tudja venni. Tehát Annyira a figyelmének a fókuszában van az ember, és főleg a gazdája természetesen, és olyan apró jeleket is észrevesz, akár azért, mert megtanulja, hogy milyen helyzetben hogyan érdemes reagálni, akár azért, mert érzelmileg szinkronizálódik velünk. Rendkívül, rendkívül ügyesek, nagyon sok kutya abban, hogy, hogy le, le, levegye az állat, a gazdának az érzelmi állapotát nem véletlen, hogy kutyákat epilepsia jelzésre, vagy cukorbetegeknél rohamjelzésre használnak, tehát annyira érzékeny rendszerük van az nagyon apró jelek amit még maga az ember se, nagyon se vesz észre, hogyha közeledik a roham, hogy ezek után nem is csoda, hogyha, hogyha, egy, hogyha jól észreveszik, hogy a gazdájuk szomorú vagy vidám. És még egy olyan cikket is olvastam, hogy ha van egy olyan kutya, ami tényleg egy, egy gazdával nő fel, esetleg mondjuk egy ilyen kísérő kutya, aki ugye kísér egy embert, mondjuk a látásában ugye sérültet, és ezt össze hasonlítanak egy olyan kutyával, aki, aki mondjuk egy rendőrségen dolgozik, ahol ugye sok emberi interakció, ugye nincsen egy konkrétan egy személy ügyrendi kötődés, akkor hogyha ugye kell kísérni ugye valakit, akkor az egyik az nagyon tud figyelni a gazdájára, a másik az még inkább a cél felé igazából nagyon áthúzza. Hogy akkor igazából ez a fajta kapcsolat az ilyen szempontból is, hogy ugye szocializálódik a kutya, akkor ez, ez fontos tud lenni. Igen, igen. Az etológia tanszéken végezték el ezt a kísérletet uh, kollégáink, Naderi Sima, uh, dr. Andusz uh, végezte ezt uh, akkoriban, sok, már lassan két évtizeddel ezelőtt, és pontosan így történt, ahogy mondott, hogy a, a, egy mesterségesen az etológia tanszék kertjében felépített uh, akadálypályán a, a kutyák nagyon ügyesen átvitték a gazdájukat, és a, rendőrkutyákat ped, a rendőrkutyák pedig végigvonszolták a, rendőröket, akik minden akadályt borogattak. Volt ez alól két kivétel, és utána a kutatók megkérdezték, hogy, hogy ezek, a, ezek a kutyák hogyan élnek, és kiderült, hogy rendőrök nagy szégyenkezve bevallották, hogy hát ők, ők nagyon szeretik a kutyájukat és hazai szokták vinni a rendőrkutyák általában kennelben tartják, és amikor bevetés van, vagy meg kell őket dolgoztatni egy kicsit, akkor szokták őket kivenni. És ezek a kutyák, akik képesek voltak oda figyel, észrevenni, észlelni, hogy a gazdájuk akadályoknak ütközik neki, mondjuk be volt kötve a rendőröknek a szeme ebben a helyzetben, ők, őnekik sokkal jobb kapcsolatuk volt a kutyavezetővel, mint a többieknek ez a szocializációra hívja fel a figyelmet. De azt is el szeretném mondani, hogy a vakvezető kutyákat nagyon szigorúan válogatják, már kölyökkorban, mint ahogy a rendőrkutyákat is, és külön vérvonalakat tenyésztenek ki erre a munkára. Tehát azért ez nem cserekompatibilis. Tehát ha valaki elhatározza, hogy egy kiváló adottságú rendőrkutya vérvonalból vakvezetőkutyát akar nevelni, az lehet, hogy nem a legjobb ötlet, mert másféle készségekre is szükség van a vakvezetőknél. Úgyhogy a genetikai hajlam és a nevelés az együtt adja ki, hogy egy kutya aztán jól tud-e majd dolgozni, illetve jól, jól tud-e alkalmazkodni ahhoz a környezethez, amiben él. És a kutyának például a, a kommunikációjáról, vagy gondolkodásáról mi az, amit tudunk jelenleg? Mert ami számomra érdekes volt, hogy TikTokon most már egyre több olyan videó van, amikor le vannak rakva gombok, és akkor a kutya oda tud menni, és akkor megnyomja igazából a szavakat. Meddig jutottunk ebben a fajta kommunikációban? Ezeket a videókat én nem hiszem el, hmm. tehát hogy szerintem ezek erősen szerkesztett videók, de tény, hogy vannak publikációk olyan kutyákról, akik megtanulták ilyen táblának a használatát sokkal egyszerűben felépített táblák voltak és sokkal kevesebb szót kapcsolt hozzájuk a kutya vagy igét történést, Amik, amiket én is láttam TikTokon terjedni, azok nem voltak számomra meggyőzőek, tehát nagyon jó lenne, hogyha tényleg egy kutató elmenne és letesztelni a kutyákat amit viszont, amiről viszont nagyon sok információm van, azok a szótanuló kutyák, ami tanszékünkön egy külön kutatócsoport foglalkozik azokkal a kutyákkal, akik képesek főneveket tanulni. Tehát a, a, a kutyák sok szót ismernek, ez igaz, de ezek általában cselekvést fejeznek ki. Tehát ha azt mondjuk, hogy hoz ide a labdát, akkor az nem egy konkrét labdát jelent nekik, hanem egy tárgyat, amivel utána játszani lehet, a gazda el fogja dobni. A szótanuló kutyák viszont meg tudják különböztetni a, 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 tárgyakat egymástól, úgyhogy pontosan be lehet tőlük kérni különböző névre hallgató plusz állatokat például. És ezt a kollégáim nagyon alaposan letesztelték, és, Online versenyeket is rendeztek, hogy világszerte megtalálják ezeket a kutyákat, úgyhogy most már van több mint 15 szerte a világról. Itt Magyarországon is van egy, egy MAX nevű border collie. Nagyon érdekes, hogy általában border collie ezek a kutyák, ami azt sugalja, hogy gének is komoly szerepet játszanak abban, hogy, egy, hogy egyes kutyák erre képesek de a 15 között volt, azt hiszem, egy keverék, meg talán egy Yorkshire terrier is, tehát nem csak kizárólag Border kollégára, de nagyon érdekes, hogy főleg ők azok, akik akár több száz tárgynak a, a, a nevét is meg, meg, tudják tanulni. Tehát akkor ez, ez nem minden kutyára általánosan igaz, hanem ez egy, inkább egy kivétel, aki Ez megtanul. egy különleges képesség, úgyhogy, úgyhogy a Tehet, nagyon tehetségesnek, vagy kutyák enystennyének szokták őket nevezni. Kutatócsoportnak a kifejezésével ők ilyen um, nem, áldott kutyák, vagy gifted dogs, szóval tehát, hogy különleges képességgel bírnak. Ez nagyon ritka, tehát több hónap alatt találtak a munkatársak szerte a világon néhány ilyen kutyát, és próbálkoztak azzal is, hogy kölyök kutyákat elkezdtek tréningezni arra, hogy megkülönböztessék tárgyak nevét. 40 kutyával indultak, és, és egy, egy valóban olyan volt, aki, akinek sikerült megtanulnia ezt a feladatot, a többiek pedig intenzív tréning dacára sem tudták megtanulni. És hány hónap kellett ahhoz, hogy lehessen szűrni, hogy ki az, aki tényleg képes erre, és ki az, aki nem? A gazdák jelentkeznek, hogy a, hogy a kutyáik valószínűleg jó ebben a feladatban, és akkor online is elvégezhető egy teszt néhány perc alatt, vagy néhány tíz perc alatt. A lényege az az, hogy a, a játékokat nem az összeset, mert van kutya, amelyik tényleg több száz játék nevét tudja, de mondjuk 12-t elhelyeznek egy helyiségben, és a gazda átmegy egy másik helyiségbe, hogy ne lássa a tárgyakat, és ne tudja önkéntelenül irányítani a kutyát. És, és aztán kiadja az utasítást, hogy mondjuk hozd ide a borzot, mert így hívják az egyik játékot, és a, a, a kutya elszaladt tőle, videón lehet látni, hogy keres a tárgyak között, fölkapja az egyiket, és utána viszi a gazdához, és akkor kiderül, hogy jót hozott, vagy nem jót hozott nagy dicséret következik, hogyha jót hozott. És így igazából egy teszt alatt kiderül, hogy a kutya képes -e arra, amit a gazda állított róla, vagy sem. Sokan nem veszik észre, hogy ők irányítják a kutyát önkéntelen jelekkel. Nem tudom, hogy a kedves nézők, például az Okos Hans nevű Lóra emlékeznek-e, aki ugye az a lépett föl Ausztriában, hogy annyi dobbantott mindig, ahány, ami a megoldása volt matematika feladatoknak, és aztán amikor kutatók és tesztelték a lovat, akkor kiderült, hogy, hogy szem, szemhéj rebbenésre is reagál tehát nagyon pontosan megtanulta leolvasni az emberek arcáról, hogy mikor kell elbohagyni a dobbantást, elkezdett dobogni a lábával, és amikor el, Eljutott addig a számig, ahol a vele szemben álló ember megrezzent, mert elérkezett a helyes számhoz, akkor a bajta. Úgyhogy ez volt az ő trükkje, nem tudott természetesen számolni, nem, nem tudott másodfokú egyenleteket megoldani, de viszont kitűnően le tudta olvasni a, a, a helyes megoldást. A, az embereknek az arcáról, vagy az apró testmozulataiból. Úgyhogy a kutyák jó, jók ebben, ezért fontos, hogy amikor kiadja az utasítást a gazda, akkor legyen egy másik szobában, nehogy befolyásolja a kutyát. Szóval ez egy nagyon különleges és ritka képesség, és nagyon vágyunk arra az etológia tanszéken, hogy egyrészt megtudjuk, hogy milyennek a genetikai háttere, úgyhogy gyűjtöttünk DNS-t a kutyáktól, másrészt próbáljuk meggyőzni a gazdákat, hogy milyen jó lenne tenyészteni őket, és akkor kialakulhatna egy olyan kutyafajta, amelyik, amelyik ezzel a különleges képességgel születik. És amikor eh, találtuk egy ilyen gazdát, akkor neki a kutyája azonnal tudja ezt, vagy azonnal van ilyen képessége, vagy még azért neki is egy pár hónapig azért kell úgymond képezni a kutyát, hogy ez, ez megjelenjen? szükség van a képzésre, de ezt valahogy a kutya kicsikarja a gazdákból. Az első ilyen kutyát úgy találtuk, hogy eljött hozzánk egy norvég újságíró, interjúkat szeretett volna készíteni egy készülő kutyás kötethez, és miközben miután megkérdezte a Klaudia a kolléganőmet, hogy mivel foglalkozik, beszélgetni kezdtek, és elmesélt, hogy neki is van otthon kutyája, egy border collie, és hogy nagyon sokat szoktak játszani, és, és a kutyának van nyolc kedvenc játéka, és ezeket mind külön névről megismeri. És akkor Klaudia uh, ezt nem hitte el, természetesen, mert hogy ritka, ritka az ilyen kutya, de elég megbízhatónak tűnt ez az ember, és uh, végül megbeszélték, hogy elutazik Norvégiába, és megnézi a kutyát. És, és az is kiderült, hogy a, az újságírónak életében először volt kutyája. Tehát nem tudom, több mint 30 évesen kezdett el kutyázni, és halvány fogalma sem volt róla, hogy a kutyák hogy szoktak viselkedni. Úgyhogy számára teljesen természetes volt, hogy azt a minden kutya meg tudja különböztetni a tárgyakat, és semmi különöset nem tett. Csak amikor a, csak ahogy az ember mondjuk egy gyerekkel játszik, a, volt a kutyának sok játéka, és a gazda használta ezeknek a tárgyaknak a nevét, és ezt a legtöbb kutya ignorálja, de viszki megtanulta őket. És maga a gazda észre se vette. Észre se vette, hogy ez egy különleges dolog. Tehát a válasz az, hogy szükség van arra, hogy a, hogy a gazda foglalkozzon a kutyájával, és tanítsa a szavakat, de ez nem elég. Tehát a kutyának kell, hogy legyen egy adottság, egy genetikai hajlama erre ha már szóba kerültek a gyerekek, akkor a gyerekek és a kutyák között ugye hasonlóságokat ugye véltek felfedezni a kutatók, hogy ezek, ezek miből adódnak, vagy honnan jönnek? Nagyon sokan gyerekként kezelik a kutyát, és, és ehhez a kutyák jó alanyok, ez tény. Tehát nagyon szeretik a kontaktust, szívesen fogadják a dédelgetés simogatást, nem mindegyik, de sok közülük igen és hasonlóan a gyerekekhez gondoskodásra szorulnak, és ugye teljes felelősséget kell vállalni érte a gondozónak. Ők is mutatják azt a feltétel nélküli szeretetet, ami adódik abból, hogy teljesen rá vannak utalva a gazdájukra, és, és kötődnek is a gazdához. A kötődés az egy nagyon speciális jelenség, Arról szól, hogy kiegyensúlyozatlan kapcsolat abból a szempontból, hogy az egyik fél az sokkal nagyobb mértékben rá van utalva a másikra, mint a másik. Tehát egy gondozónál és gyereknél, illetve a kutyánál és gazdánál is ezt látjuk. És ahogy egy kisgyereknél a gondozó jelenti a biztonságos kötődési pontot, ő az, akinek akinél megnyugvást talál, hogyha valamilyen stressz helyzet éri, úgy a kutyánál a gazda ez a személy. Ez egy nagyon érdekes párhuzam, és ez, ez az egyik első kutatás volt az etológia tanszéken, amelyik azt találta, hogy a, 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 a pszichológusok által alkalmazott kötődési helyzetben lecserélve a kisgyereket kutyára nagyon hasonló viselkedést mutatnak a kutyák, mint a kisgyerekek, akik amúgy még szintén ugye egy évesen, amikor ez a teszt szokott zajlani, még, még nem tudnak beszélni. Nagyon jellegzetes az, hogy, hogy hogy a tesztben van egy idegen ember is, aki nagyon kedves, és, és hol ő lép be a szobába, hol pedig a gazda, és ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy, hogy jól kötődik, illetve a a gazda vagy a gondozó a kötődési személy, másképpen kell reagálni erre a személyre, az állatnak vagy a kisgyereknek, mint a másik személyre. Illetve amikor elhagyja a kötődési személy a helyiséget, akkor azt várjuk egy kötődő állattól vagy kisgyerektől, hogy ott áll az ajtóban, és mondjuk sír, vagy próbálja kinyitni az ajtót, döngeti, tehát mindenképpen szeretne utána menni. Ami izgalmas az az, hogy mi az etológia tanszéken farkasokat is neveltünk, és ugye a farkasok és a kutyák olyannyira közeli rokonok, hogy Észak-Amerikában a kutatók egyfajnak tekintik őket. És nagyon gondosan neveltük a, a mi kis farkasainkat és néhány hetesen ugye maximálisan ránk voltak utalva, hiszen cumis üvegből letettük őket, és máshogyan nem is, nem is tudtak még akkor enni. De amikor négy hónaposan teszteltük őket, akkor ők már nem mutattak kötődési viselkedést. Tehát hiába mentem be egy kis szünet után a, a, a szobában lévő farkasomhoz, Ő nem törődött a jelenlétemmel, hasonlóképpen amikor az idegen jött be a velesem, amikor hívtam játszani, akkor szívesen játszott velem, és amikor az idegen hívta játszani, vele is szívesen játszott. Nem láttuk a megkülönböztetést a két személy között, úgyhogy ez alapján azt gondoljuk, hogy a farkasok azok, hiába, hiába szeridítik meg őket, akkor sem kötődnek az emberekhez. Úgyhogy ezt például a háziasítás során szerezhette meg a kutya, és ez is egy nagyon fontos alapja annak, hogy együtt tudunk élni. És van bármi teória arra, hogy a kötődés az, az miből alakul ki? Vagy, vagy genetikai okai vannak? Vagy szociális vagy milyen okai lehetnek a kötődésnek? Az alapja genetikai, tehát a háziasításnak köszönhetjük annak, hogy azok a génváltozatok, amelyek ezt kialakítják, azok felszaporodtak a kutyákban generációról generációra. Szocializáció is kell hozzá, tehát hogyha egy kiskutyát 12 hetes koráig nem ér inger emberek részve, nem találkoznak emberekkel, akkor, akkor nem meg fog szűnni a kötődés kialakításának a lehetősége. Irodamból ismerünk kivételeket, tehát azért nem arról van szó, hogy, hogy mindig így történik, de azért a tenyésztők is tudják, hogy 8-9 hetesen már érdemes odadni a gazdának a kutyát, mert utána gondok lesznek. Természetesen a menhelyen is találkoznak amúgy emberrel a kutyák, úgyhogy nem kell attól félni, hogy majd a menhelyi kutya nem fog kötődni, de hogyha a kóbor kutyákra gondolunk, akkor előfordulhat, hogy egyáltalán nem találkoznak az életük első hónapjában emberrel, és ők kerülni is fogják az embereket nagyon valószínűleg. Lehet ez alól kivétel, persze. Úgyhogy alapvetően ez egy, ez egy genetikai dolog, és nem, nem igazán látjuk párját más állatoknál. Tehát a kutyában egy nagyon különleges faj. Ez akkor a kötődés, ilyen szintű kötődés, ez akkor csak az embereknél, meg a kutyáknál jelentkezik, ilyen etológiai szempontból? Amit a, az embereknél látunk, ahol a, az egyéves kisgyerek, aki teljesen életképtelen önmagában kötődik a a szülőjéhez azt minden emlős állatnál fogjuk látni. Tehát egy elválasztás előtti kölyök állat, tot a gondozója fog ugyanúgy megnyugtatni, mint ahogy az ember gyereket. Ami a kutyánál különleges, hogy felnőttként is mutatják ezt a viselkedést. És mi emberek meg, hát egyébként felnőttként ez nagyon érdekes lenne vizsgálni, hogy felnőtt kutyát, felnőtt emberek kötődését összehasonlítani, Ugye felnőttként, ha édesanyánkra gondolunk, nagyon szeretjük, de mondjuk, hogyha stresszes helyzetben vagyunk, nem feltétlenül az nyugtat meg bennünket, hogy ő elkezd minket simogatni, egy kutyánál pedig ez működik. Okay. És ugye az előbb kérdezted, hogy mi lehet ennek az oka. Az az, az elmélet, hogy a, hogy a kutyák a háziásítás során egy infantilis állapotban maradtak. Tehát ők nem nőnek föl igazán szexuális értelmen természetesen fölnőnek, mert tudnak szaporodni a, 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 a többi kutyával, de viselkedésüket tekintve infantilisek, és egy csomó uh, küllemi jegyüket tekintve is uh, a, a kölyök állapothoz hasonlóak, hogyha a farkashoz hasonlítjuk őket. Tehát a, a, a logo fül, az, uh, a, a rövid orr, a, a kunkori farok, azok mind olyan jegyek, amelyek... Uh, amelyek a kölyök állatokra jellemzőek, és arra is van egy elmélet, hogy, hogy ennek egy fejlődési, enyhe fejlődési rendellenesség az oka, a domestikációs szindróma, ami az embrionális fejlődés során a velőcsőnek egy fejlődési rendellenessége, amiatt mert nem úgy fejlődik, mint a farkasoknál, ezért Bizonyos sejtek, amik elkezdenek vándorolni a velőcsöből, nem érik el a végső helyüket, és ez az oka annak, hogy, hogy a, a kutyáknál megjelenik a fehér foltó, foltos szín, ez az oka, hogy hogy, hogy, hogy megváltozik a farkuknak a, a, a morfológiája. Tehát, hogyha a, kuty a farkaséval hasonlítjuk össze egy egy, egy kunkori farok, az ugye degeneráltnak mondható, teljesen betölti a funkcióját, nem erről van szó, szóval ezért is mondjuk azt, hogy egy enyhe fejlődési rendellenesség. És, és, ezek a sejtek, Nek az, hogy nem érik el a rendeltetési helyüket, vagy pedig alulműködnek a farkasokhoz képest, ezek azt is okozzák, hogy a, hogy a mellékvesen nem működik annyira stressz mint a farkasnál, és ezért a, a helyzetekre sokkal kevésbé reagálnak, mint a farkasok. A farkasok mindentől félnek, ami új, nagyon kifejezetten neofóbiásak, és a, és a, kutyák ezzel szemben ugye elég nyugodtan tűrik még a nagyvárosi elképesztő zajokat is, és ennek is az az oka, hogy, hogy ezekben a, 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 a helyzetekben, ahol egy vadállat normálisan halálra rémül, ők sokkal kisebb stresszel reagálnak, mert hogy a mellékvesük nem úgy működik, mint ahogy a eredetileg 25 ezer évvel ezelőtt tette. És az emberek, amikor tenyésztették a kutyákat, akkor lehet, hogy ez a infantilis állapot ez szándékos volt? Mert, mert az kutatók kimutatták, hogy az ember is egy, egy babához vagy babához hasonló dologhoz jobban tud kötődni, hogy a nagyobb a szeme, olyan az arca, stb. és hogy eleve ilyen kutyát akart kitenyészteni az ember magának? Nem tudjuk, hogy egy 30 ezer évvel ezelőtt élt ember mit akart. Valószínűleg semmiféle koncepciója nem volt a tenyésztésről, és a kutya is véletlenül lett az első házi állatunk. Szívesen beszélek róla, hogy valószínűleg miért. De a kérdés az nagyon jó, és a tenyésztésben már szerepe van ennek. Tehát most már tudatosan tenyésztenek emberek kutyákat, és az, hogy most ennyire népszerűek lettek a rövidóró kutyafajták, Mops, francia buldog, boxer, a, annak szerepe van abban, hogy a, a rövid orr és a nagy szemek azok a babas idézik föl, és az emberek természetesen nagyon vonzódnak a, a babaszerű arcokhoz, és gondozási viselkedést vált ki belőlük, úgyhogy ez hozzájárul a kutyák sikerességéhez, hogy, hogyha hozzák ezeket a jellegzetességeket, de eleinte nem valószínű, hogy szó volt erről, mert az ősi embereknek nem, nem, lehetett erről tudása. És van is egy nagyon érdekes kísérlet, ami Szibériában zajlott a múlt században, de még most is élnek példányok, akik ebből a kísérletből maradtak fönt, ezüstrókákon. Gond volt a szibériai ezüstróka prém telepeken, hogy, hogy az átok halálra rémültek, amikor enni, inni, takarítani érkeztek emberek. Úgyhogy elkezdődött egy genetikai kísérlet, ahol szelektálták az állatokat arra, hogy jobban tolerálják az emberek jelenlétét. Maga a teszt az nagyon egyszerű volt, hogy kiválogatták a tenyésztésre szent állatokat. Egy ember odállt a ketrec elé, amiben ott volt a róka, ott állt egy percet, közben ugye nézte az óráját, és aztán megpróbált benyúlni és megérinteni a, a, az állatot. És a, a válasz az az volt, hogy már amikor ott állt a, a, a rókák, a fogukat csattogtatták, és rettenetes hangokat adtak ki, amik egyértelműen jelezték, hogy borzasztó stresszt élnek át, és amikor az ember megpróbált benyúlni, gyakorlatilag nem is nyúlt be, mert hogy a, az állat megharapta volna, félelmi agresszióból véde, véde, védekezett volna. De hát azért egy pici változatosság volt ebben, tehát ki lehetett választani azokat az állatokat, akik legkevésbé húzottak el. És akkor ezeket, ezt a felső 10%-ot, akik legkevésbé húzottak el, ezeket kezdték el tenyészteni, és amikor az ő kölykeik felnőttek, akkor megint elvégezték a tesztet, megint a legszeridebbeket választották ki, és aztán a kölykök, amikor felnőttek, megint elvégezték, megint kivesztettek, és így tovább 40 generáción keresztül és eljutottak oda, hogy most, hogy a 40. generáció nem már gyakorlatilag az összes állat, nem hogy elhúzódott az emberektől, hanem, hanem oda rohant a ketrechez, már ahogy a, az ember megjelent, és amikor ő benyúlt a, a, ketrecbe, akkor, akkor akkor, akkor lefeküdtek, mint ahogy a kutyák is ledobálják magukat, a hasukat vakartatták, mindenáron próbálták nyalogatni a kezet, és az embernek is az arcát. Úgyhogy ez nagyon hasonló dolog folyhatott le a kutyáknál is, az első generációknál, és ami az igazán izgalmas, hogy nem csak a viselkedése változott meg a rókáknak, hanem a külleme is. Elkezdett felkonkorodni a farkuk. Egy csomó foltossá vált, fehér foltok jelentek meg a bundájukban, az orruk rövidebb lett, sok rókának elkezdett lógni a füle. Elkezdtek ugatni, nagyon gyakran, és Említettem, hogy a farkasok egyszer tüzelnek, a rókák is egyszer tüzelnek évente, de ezek az állatok kétszer kezdtek el tüzelni évente, ahogy a kutyák, és az is jellegzetes volt, hogy sokan próbálnak rókát tartani otthon, és eleinte az első pár hónapban nincs is semmi probléma, de négy hónaposan elkezdenek az állatok mindentől rettegni. Tehát négy hónapos az a kor, amikor már a a mellékvesélyük és ez a stresszre reagáló hormonrendszerük annyira kifejlődik, hogy, hogy már nem, nem bírnak nagyon sok inger tolerálni. És ezeknél a szelektált rókáknál ez is megszűnt. Tehát ez a négy hónapos korra jellemző hormonemelkedés, ez, ez nem jelent meg. Úgyhogy uh, itt is ez, ez a domestikáció szindrómát, hogy pusztán azzal, hogy a viselkedésre szelektáltunk, meg, megmozgattunk egy olyan rendszert, ami ami a, a vokalizációt is érinti, a hormonális változásokat érinti, és a morfológiát is. Ezek a, ezek a gének össze vannak egymással kötve. És senkinek nem volt szándéka, hogy foltos állatokat tenyészen, pláne egy prém a telepen, de mivel, mivel a hormonok a, a pigmentációt szabályozó, génekkel is összekötetésben állnak, ugyanazok a sejt szintű mechanizmusok felelnek a, a megjelenésükért, ezért a, a kültakarón is látszott az a viselkedési változás, amire szelektáltak. Szíjadatlan. Tehát akkor végül is 40 generáció alatt akkor feltétlenül reprodukálni tudták azt, ami lezajlott mondjuk 20 vagy 30 ezer évvel ezelőtt. Igen, igen, igen. Hogyha néha megkérdezik tőlem, hogy a farkasból csinálhatnánk-e újra kutyát, természetesen csinálhatnánk, de csak minden, mi, mi, semmi értelme nem lenne, mert van, tehát hogy miért, miért, tennénk ezt meg újra. Egy pár generáció kellene hozzá. Ezek a rókák nem tő, egyébként megvásárolhatók, tehát most már úgy próbálják föntartani az állományt, hogy pénzért árulják őket. Egy szépséghiba van, hogy, hogy azt hiszem, hogy csak hat hónaposan engedik kivinni őket az országból, ivartalanítva, hogy ne tudják őket tenyészteni, és, és a hat hónap alatt ki tudja, hogy hogyan szocializálják őket, és egy jól, jól viselkedő állathoz elengedhetetlen egy megfelelő szocializálás az első hónapokban, úgyhogy ők azért nem működnek igazán kutyaként és nem tudjuk, hogy azért, mert, mert, mert rossz a szocializációjuk, vagy még sokat kellene ezen dolgozni. Az is lehet, hogy a róka amúgy sosem tud kutyává válni, mert a kutya egy szociális faj, a róka pedig nem. A macskával is nagyon sokat kéne azon dolgozni, hogy igazán jó házi váljon, mert ő, is, ő egy magányos ragadozó, az ő eredeti világképében nincs helye másoknak a szaporodási időszakon kívül. A farkasok viszont családi csoportokban élnek egész évben, ők együttműködnek egymással, odafigyelnek egymásra, egy közösen ugye vadásznak, közösen nevelik a kölyköket, tehát ők az emberekhez hasonlóan egy családi csoportban éltek. A többi házi állatnál ez, ez kevésbé jellemző. És akkor volt, de ugye az a kérdés, hogy miért pont a farkas lett az embernek a legjobb barátja akkor, akkor emiatt? Igen. A, a homo sapiens kb. 40 ezer évvel ezelőtt hagyta el Afrikát, és ott találkozott ö, Európában a farkassal. És az a farkas, az minden bizonyal nem olyan farkas volt, mint a mostaniak. A mostaniak rendkívül neofóbiások, nagyon félnek az embertől, hiszen évezredek óta írtják őket az emberek. Csak azok a farkasok maradtak fönt, akik elmenekültek az ember elől. Ez 40 ezer évvel nem így volt, valószínűleg naivan nagy érdeklődve fogadták a, 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 az Afrikából Európába érkező embereket, és, és azt gondoljuk sokan, hogy, hogy pillanatok alatt azonnal tudtak egymással kommunikálni a kutyák, vagy a farkasok és az emberek, Pont azért, mert, mind, mert nagyon hasonló a szociális szerveződésük. Tehát mindkét fajnak az egyidei családi csoportokban éltek, közösen vadáztak, együtt gondozták az ivadékokat. Úgyhogy ez a kapcsolat ez nagyon hamar kialakulhatott közöttük, a, a farkasok szívesen az emberek mellé húzódtak. Mind a két faj számára előnyösebb volt a közös vadászat, és a, a farkasok a jobb érzékszervéknek köszönhetően őrizték a tábort, meg tudták védeni így a, a, az ellenséges embercsoportokkal szemben. Ugye az embereknek mindig a más embercsoportok voltak a legnagyobb ellenségei az evolúció során, tehát azok a csoportok, akik körül farkasok éltek, azok nagyobb biztonságot élveztek, és sikeresebben meg tudták védeni magukat. Télen az állatok melegítették őket, az elhullott jó bundájuk lehetett, és amint egy picit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy, vagy szemet hunyni szemérmesen felette, hogy takarítottak is. Tehát ugye nagyon sok ember szomorúan veszi tudomásul, hogy ürüléket teszik a kutyája, emberi ürüléket, valószínűleg ez nagyon hasznos volt több tízezer évvel ezelőtt, amikor a tábor körül összeszedték az ürüléket, és akkor nem, nem jöttek rá legyek és egyéb korokozók. És még egy, még egy vonatkozó érdekes példa: hogy Afrikában él ma is olyan törzs, ahol rendkívül nagy a parazitátságnak az aránya. Kutyáktól kapják ezeket a parazitákat, és az az oka, hogy nem jutnak elég vízhez a sivatagi körülmények között és, és ezért a kisgyerekek fenekét a kutyák nyalják tisztára, és a mestruáló nőknek is segítenek a tisztelkedésben a kutyák. Tehát igen szoros kontaktus van a kutyákkal napi szinten, ami, hát, aminek van egy ára, mert hogy ugye természetesen a kutyák férgei átjutnak az emberre is, viszont olyan kapcsolatot láthatunk kutya és ember között, amit máshol nem valószínűleg, hogy, hogy ez sokkal elterjedtebb volt néhány tízezer évvel ezelőtt, amikor még mások voltak a higiéniai viszonyok, mint most. A farkasokban, vagy a jelenleg élő farkasokban ezt a neofóbiát, ezt lehet, hogy akkor mi alakítottuk ki, vagy ez valószínűleg mindig bennük volt? Neh nehéz ezt uh, megtudni, mert talán egyszer lesz lehetőség arra, hogy hogy a, a, a leletekből, kinyer DNS-ből... Létrehozzanak egy ősi farkast, és akkor megnézhetjük, hogy milyen a viselkedése. De logikai alapon pusztán azért, mert itt Európában az, a farkas egy ellenség, lásd a piroska és a farkast és a többi mesét, azok az állatok, amik nem kerülték az embereket, azokat kiirtották. Tehát, az, amit most látunk, hogy a, hogy a farkasok nagyon félnek az emberektől, az, az ennek egyenesen lehet a következménye. Nehéz most tudni, hogy. Hogy hogyan viselkedtek az emberek szemben azok az állatok, akik még nem találkoztak emberrel. Hogyha például a legészaki területeken élő farkasokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy, hogy ők, ők igazából nem félnek az emberektől. Tehát egy amerikai professzor, David L. Mitch, magyarul is megjelent könyve, kutatta, több mint tíz éven keresztül járt ki egy farkasfalkához, Elezmer szigetre, és ő ott tudott sátrazni mellettük, és egészen közelről megfigyelni a viselkedésüket, mert ők soha sose találkoztak emberrel, ott, ott az emberek nem írtották őket, ők nem féltek az emberektől. A férjem természetfilmes, és eljutott a Amazoniának érintetlen részeire, és találkozott jaguárral, és az a jaguár is biztos, hogy soha nem látott korábban embert, és az őseit se az emberek, mert nem voltak ott. És az a jaguár is minden gond nélkül besétálta a táboruk közepébe, és a kíváncsian nézte, hogy mit keres neki. Tehát valószínűleg így néztek ki több tízezer évvel ezelőtt a találkozások az emberrel, nem, nem úgy, mint most, hogy minden állat menekül az el, a fülel, hogy mikor közeledik egy ember, és már az őt elmenekül, hogy mi észrevettük volna. Tehát akkor ugye a környezetrombolásban az ember elég erőteljesen benne van, és mindig ez van ugye a médiában elől, de akkor lehet, hogy nem csak a környezetüket pusztítottuk az állatoknak, hanem a viselkedésüket, és nagyon durván átalakítottuk? Ez igen, egészen biztos. Tehát pusztán azáltal, hogy nem, nem kellett ezt szándékosan tenni, hanem pusztán azáltal, hogy akik nem kerülték el az embereket, azok halára voltak ítélve. Ahogy ahogy láttuk az ezüstrókáknál, hogy szelektálhatunk arra, hogy minél inkább vonzódjanak az emberhez, szelektálhatunk arra is, akár önkéntelenül is, hogy csak azok maradjanak fönt, akik legjobban kerülik az embereket. De ezt látjuk a városokban is, ennek az ellenkezőjét. ugye nagyon sok faj elterjedt a városokban, a galambok például, fekete rigók, amik képesek alkalmazkodni, vércse, más fajok pedig képtelenek erre, és nem, nem tűrik az emberek közelségét, és ők lassacskán ki fognak pusztulni. Hihetetlen belegondolni, hogy ilyen, szinten is be szólni az egész ilyen ökoszisztém vagy bioszférába. Nem, nem csak igazából környezeti rombolásra, hanem még, még, ilyen szinten is. Mindent átalakítottunk, azt gondolom, hogy már attól fogva, hogy, hogy feltaláltuk és tudtuk a tüzet amit nem is a Homo sapiens tett meg, hanem még a Homo erectus. És nem tudjuk pontosan, hogy mikor történt, de 400 ezer-1 millió év között valamikor. És, és azzal, hogy a, hogy a tűz, ugye itt meg is jelenik a, a mitológiában, hogy Prometheus lehozza a tüzet az embereknek, ezzel az egész környezetet pillanatok alatt át lehetett alakítani fenégetni az erdőket, átalakítani őket, füves területi, ahol sokkal könnyebb vadászni, ahol sokkal jobban látjuk, hogyha ellenség közeledik, teljesen átalakult a környezet, tehát nagyon nehéz megállapítani a mából, hogy mi az, ami, a, ami, ami még bármit is tükrözhet abból, ami egy, egy millió, amilyen egy millió évvel ezelőtt volt a föld. Tehát a környezet átalakítását azt mindig mondjuk az ipari forradalom utánra szokták datálni, de akkor, akkor lehet, hogy már a tűz igazából feltalálása vagy megtalálása után már elkezdik nagyon durván átalakítani a környezetünket. Igen. Argentinában például a, a, ugye a pampák óriásiak, és, és próbáltam is utána nézni, hogy, hogy ez az emberi tevékenységnek a következménye, vagy sem, hiszen ott nagyon sok a foszília, ami, ami szerint óriás emlősök éltek ott, óriás lajhár például, és, 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 és erdő borította a Argentina területét, és vita van arról a kutatók között, hogy vajon a, a, emberi tevékenység okozta azt, hogy, hogy már az erdők kipusztultak, vagy pedig természetes folyamatok. Azt hiszem, hogy azért tehát, hogy nem vagyok ennek a területnek a szakértője, de bizonyos vagyok benne, hogy nagyon sok, nagyon sok területen a, 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 a tűz pusztítását látjuk, még jóval az emberi kultúrák, az emberi civilizáció kialakulása előtt. De ahogy mondod, az ipari forradalom például Nagy-Britannia -Nagy a brit szigetek élővilágát teljesen átalakított olyan értelemben, hogy Skóciában például egy tajgát kellene látnunk helyette most ilyen mező van, amin birkák legelésznek, próbálkoznak most az erdők visszatelepítésével, van, ahol sikerrel, van, ahol kevésbé, hiszen, hiszen a talajt meg elhorta a, a fák után az időjárás. Aztán a, 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 az európai civilizáció bölcsőjénél, hogyha Mediterráneumban látjuk, akkor is tudjuk, hogy ott gyönyörű cédrusfák voltak, de azokat még amikor a hajóépítések elkezdődtek, akkor kiirtották, és azóta se lehetett őket pótolni, mert ott is az erózió tönkretette a talajt, úgyhogy ott most már csak makiát látunk legfeljebb, mindenhol néhány szigeten maradtak fönt nagyobb fák. Visszatérve egy a kutyákhoz, hogy az öregedés vizsgálatában a kutyák miért tudnak jó egyedek lenni? Az etológia tanszéken nagyon régóta keresük a párhuzamot a kutyák és az emberek között, sokféle viselkedéssel kapcsolatban, vagy akár betegséggel, vagy, vagy viselkedés zavarral kapcsolatban is. Például a, a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarhoz is igyekeznek a munkatársi modellként használni. És a, az öregedés az azért került a, a látóterünkbe, mert mert ez egy fontos globális probléma. Sokat beszéltünk most már az emberek evolúciójáról. Igazából említett, hogy az ipari forradalomra datáljuk, hogy az ember átalakította a környezetet, de a legnagyobb átalakítás azért mégiscsak a mezőgazdálkodás megjelenése volt, a földművelés elterjedése. Ez 12-14 ezer évvel ezelőtt történt. És amikor ez elkezdődött, összesen 400 ezer ember élt a Földön az egész földön, és az ipari forradalomra felszaporodtak a földművelésnek köszönhetően egy 1 milliárdra, és, és az egy milliárdból jutottunk el oda, hogy most 8 milliárdan vagyunk. Úgyhogy nem elsősorban maguk, maga, maga, ezek a találmányok a, okozták azt, hogy a föld átalakult, hanem az, hogy egyre több ember lett, és azoknak egyre magasabb igényeik vannak, amit ki kell... Elégíteni. A földművelés egyébként azért is érdekes a, a, az én szakmámban, a, ugye a kutyákkal foglalkozom, mert azt, azt említettem, hogy 25 ezer évre becsüljük, hogy akkor kezdhetett el a farkasból kialakulni a kutya, de ezek a kutyák teljesen farkaszerűek voltak, úgyhogy ha találnak egy fosszíliát ebből a korból, akkor pusztán a, a, az alakja szerint nem tudják megmondani a régészek, hogy az kutya vagy farkas. De mióta a genetikai vizsgálatok egyre jobbak lettek, azóta már meg tudják mondani, és, és ez alapján becsüljük 25-30 ezer évvel ezelőttre a háziasítás kezdetét. Amikortól meg tudjuk mondani szemre, hogy kutyáról van szó, az pont a földművelés idejére tehető. Tehát 14 ezer évesek azok a leletek, ahol már azt mondjuk, hogy, hogy ez, ez egy kutyáé. És ennek is az az oka, hogy előtte ugye a kutyák, vagy a ilyen kutyák funkciója az volt, hogy segítették az embereket a vadászatban, és együtt aludtak velük, őrizték a tábort, de amikor a földművelés kialakult, akkor sokkal több funkciójuk lett, és sokkal változatosabb funkció, és ettől elkezdtek különböző típusú kutyák kialakulni. Tehát volt, amelyiknek a terelnie kellett, volt, amelyik a területet őrizte, a többi farkas ellen, vagy a, akár a, mit tudom én, szarvasok ellen, hogy ne legeljék le a legelőt, vagy a veteményt. Ahogy ma használjuk őket ölepként, az volt a legritkább, szinte nem fordult elő, csak a nagyon gazdag családok, a kínai császár engedhette meg magának, hogy ölebet tartson, a többi kutyának volt valami funkciója. És ezekhez a különböző típusú munkákhoz különböző típusú kutyák kellettek, úgyhogy ekkor alakultak ki a típusok, de nem sok. Tehát mondjuk ilyen 6 féle, 4-6 típusú kutya volt még a római birodalom idején is. És az, amit most tudunk, hogy van 400 kutyafajta, az az ipari forradalomnak köszönhető, annak, hogy az embereknek sokkal több szabadid és sokkal több pénze lett, és ezért hobbik, hobbikat kezdhettek el, és onnantól kezdve lett ez divat, hogy legyen a kutyáknak papírja, és onnantól kezdett, kezdtek el így küllemre tenyészteni, és keresni, hogy mik azok a kutyák, amik hasonlítanak egymásra, és hasonló a viselkedésük is, és, és néhány, tehát 200 évvel ezelőtt alakultak ki igazából csak a fajták. De vissza az öregedéshez, az öregedés tehát egy globális probléma, mert hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon sokáig élünk, tehát az élettartalma is jelentősen meghosszabbodott. A most a 8 milliárd embernek a 9%-a 65 év feletti, de amikor 2050-ben 10 milliárdan leszünk, akkor 21 a lesz, minden ötödik ember 65 év feletti lesz, 65 év feletti, és Európában még rosszabb lesz az arány, ott 29 százalék lesz az idősek aránya. Európa a csökkenni fog az előrejelzések szerint. Most 450 millió és 440 lesz 2050-ben de a nagy, nagy, nagyon nagy részük idős ember, és közben a fiatalok száma meg ugye csökken, hiszen a születések száma Európában csökken. A 65 év felettieknek három több mint 3% a demens nem tudja magát ellátni, viszont a, a demenciát nagyon nehéz megelőzni és gyógyítani, és valószínűleg az egyik ok ennek az, hogy hogy nagyrészt Alzheimer-kórosok a, a demens emberek, és az Alzheimer-kórnak nincs jó modellálata. Ugye ahhoz, hogy egy gyógyszert ki tudjanak fejleszteni a kutatók, először ö, különböző lépései vannak, de az egyik lépés az az, hogy modellállatokon tesztelik a, 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 a hatóanyagot, de viszont nincsenek olyan jó laborálatok, amelyek spontán kognitív hanyatlást mutatnának, ami az Alzheimer korra jellemző, és, és amikor genetikai módszerekkel létrehoztak olyan törzseket, amik mutatnak bizonyos tüneteket, akkor az azokon bevált hatóanyagokat nem tudták átvinni emberre, nem, nem működtek. Tehát 40 év alatt hiába foglalkoznak ezzel nagyon sokat, nem sikerült nem sikerült gyógyszert kifejleszteni az Alzheimer-kór ellen. És a kutya azért izgalmas, mert ő viszont egy olyan folyam, amiknél megjelenik spontán módon kognitív hanyatlás. Tehát a, a, az idős kutyáknál az utóbbi három évtizedben négy évvel nőtt a kutyák várható élettartama. Tehát ugyanúgy, ahogy az embereknél ez a jólét meghozta az, hogy az emberek most már sokáig élhetnek, úgy a kutyáknál is meghozta, tehát a, a kutyák is megkapják a, csodátos csodálatos gondoskodást és állatorvosi ellátást, amit az emberek, de ez vele jár, ezért fizetnek egy árat, azt az árat, hogy náluk is vannak olyan, olyan kutyák, akik betegséggel küzdenek, és például az agynak a leépülésével is. És kutatási szempontból ez viszont, ha másan nem, arra jó, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy a kutya egy Valószínűleg egy jó modellje lehet az Alzheimer-kórnak, illetve a demencia kutatásának, és ezért és ez volt az egyik oka, miért a kutyák öregedését elkezdtük kutatni. Sok kutató skeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy ez igaz, amit mondunk, úgyhogy be kellett bizonyítanunk lépésről lépésre, hogy rengeteg párhuzam van a kutya és az ember öregedése között, és ennek logikus végkifejlete az, hogy akkor a, a kutyákat kutyákon is gazdák beleegyezésével, akkor potenciális hatóanyagokat jó tesztelni. Ez az USA-ban el is indult egyébként az élethoz megnövelésével kapcsolatban a rapamicin nevű ö, vegyületet tesztelik folyamatosan. De ezt, ö, ezt is mindig hozzá szoktam tenni, hogy nem, nem csak Ugyan a kutatásoknak az ember van mindig a fókuszában, és átételesen az ember van akkor is a fókuszban, amikor azt mondjuk, hogy, hogy az emberek nagyon szeretik a kutyákat, a háztartások harmadában van kutya, rendkívül erős érzelmi kapcsolatot alakítanak ki a kutyákkal, tehát látni azt, hogy egy kutya leépül, az érzelmi teher is, és anyagi teher is. Tehát önmagában az is fontos, hogy kutyaöregedést kutassunk, mert így nagyon reméljük, hogy megértjük, hogy ez hogyan zajlik, és tudunk ellene tenni. Úgyhogy ez a két fő oka van. Hogy ez, az, azt gondoljuk, hogy a kutya jó modellje az öregedésnek, az emberi öregedésnek, és, a, és azt is gondoljuk, hogy, hogy fontos, fontos, kutatni, mert hogy az emberek szeretik a kutyájukat, és nem akarják látni, hogy nem egészségesen öregszik. Itt még egy számot hadd mondjak el, hogy, hogy Európában, 88 millió kutya él a legfrissebb számadatok szerint, és 15 év alatti gyerekből pedig 20 millióval kevesebb. Tehát, ahogyha belegondolunk, nem tudjuk pontosan, most készülnek majd az első reprezentatív felmérések, hogy, hogy az emberek hány százaléka tekinti gyereknek a kutyákat, vagy gyerekpótléknak valamilyen szinten, akkor ezt a két számot egymás mellé állítva elég, elég megdöbbentő. És a öregedés kutatásra a kapcsolatban rá tudtunk-e jönni bizonyos dolgokra, mert van olyan feltételezés, hogyha aktívabban tartjuk mondjuk magunkat, akkor, akkor kevés, kevésbé jelentkezik a demencia, vagy vannak-e bizonyos tényezők, mondjuk egy gyógyszeren kívül, amivel esetleg ezt lehet lassítani? Uh -huh. Igen, igen, a, a kutatások folytak ebbe az irányba is, és ö, ezek nagyon jó példák voltak, tehát a, hogyha az élet ez látszott a mi adatainkból is, hogyha a gazda rendszeresen sportolt a kutyával, kutyaiskolában járt vele, foglalkozott vele, tréningezte, akkor a kognitív hanyatlás későbbi időpontban indult el. Azt is tudjuk, hogy a, a kalória bevitel, nagyon fontos, oda kell figyelni az egészséges test testsúlyra, különösen időskorban, hiszen az aktivitása az idős kutyáknak csökken. Egy laboratóriumi vizsgálatban, ahol labradorokat vizsgáltak, akik nagyon szeretnek enni, és tudjuk, hogy hízásra hajlamosak egy, egy speciális génváltozat miatt, amitől mindig éhesek. A kontrollcsoportnak normális mennyiségű táplálékot adtak, és a testvéreikből álló, alomtestvéreikből álló kísérleti csoportnak pedig 20%-kal kevesebb táplálékot adtak éveken keresztül, és ezek a kutyák, akik kevesebbet kaptak 20%-kal, 1,8 évvel tovább éltek, mint a, mint a nem kezelt a normál csoport és sokkal kevesebb betegség jelentkezett náluk, tehát egészségesen és tovább éltek. Úgyhogy a kalória restrikció az valószínűleg nagyon fontos a kutyáknál, és hozzájárulhat az egészségükhöz. Amit még tudunk a kutatásokból, hogy az ivartalanítás is jelentősen meghosszabbítja legalábbis a szukakutyáknak az életét. Valószínűleg abból az egyszerűbbból oknál fogva, hogy nem, nem, tudnak náluk jelentkezni szaporító szervi betegségek, amik egyébként elég gyakoriak. Úgyhogy ezt is tudjuk tenni, de amit, ami, ami tényleg nagyon fontos az az, hogy mentálisan és fizikailag tar tartsuk karban a kutyát, és ez azért jó, mert akkor nyilván közben magunkat is karban tartjuk. Tehát, hogyha elmegyünk a kutyával futni, akkor nem csak a kutya fut, hanem mi is és, és akkor a mi öregedésünk is sokkal egészségesebben fog lefolyni. De az hihetetlen, hogy a kalória bevitelnél az a 20 ez nem is tűnik olyan, olyan, nagyon drasztikusnak, és hogy ilyen, ilyen jelentős különbséget tud az eredményezni. Nekem is hihetetlennek tűnik tényleg 1,8 év egy kutyánál. Ugye a labradorok várható élettartama az 13 év. Tehát ahhoz képest, ha hozzáteszik, hogy 1,8 év az, az igen, igen jelentős. És említetted a gyógyszereket, hogy gyógyszerkutatások jelenleg hol állnak, és van-e arra esély, hogy ezeken a kutatásokon keresztül mondjuk az emberi demenciát is mondjuk akkor gyógyszeresen jobban tudjuk kezelni? Az, az etológia tanszéken mi nem foglalkozunk gyógyszerkutatással, amikor az USA-ban folytatott rapamicines tesztet említettem, hasonlóban mi szívesen részt vennénk. Tehát, hogyha valaki például megkeresni az etológia tanszéket, hogy van egy jó hatóanyaga, és keressünk olyan gazdákat, akik szívesen részt vennének a, a tesztelésben, akkor azt gondolom, hogy mi, mi ebben partnerek lennénk. Van viszont egy olyan kutatásunk, ahol a... Kutyáknak a bélmikrobiomiát vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy egy olyan baktériumtörzs, az actinobaktéria, ami tömegesebb Alzheimer kórosoknál, az, hogyha a kutyáknál nagyobb arányban van jelen, akkor azoknak az állatoknak rosszabb a memóriája. Tehát leteszteltük a kutyákat egy memóriatezben, és utána székletet gyűjtöttünk tőlük, és megtaláltunk egy olyan összefüggést, mint ami mint a embereknél is jellemző, és az is például egy nagyon könnyen kivitelezhető vizsgálat, hogy egészséges kutyáktól gyűjtünk székletet, és abból juttatjuk be az ő egészséges bélrendszerükre jellemző mikrobiopopulációt a, 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 a betegállatokhoz, és aztán megvizsgáljuk, hogy ez hogyan hat a, az elmeműködésükre. Ezzel kapcsolatban már kaptunk megkeresést egyébként, tehát egy amerikai kutató már jelentkezett, hogy szívesen küld nekünk olyan kapszulákat, ami székletkivonatot tartalmaz. Még forrás nem találtunk ehhez, de hogyha találunk, akkor ez egy nagyon izgalmas kísérlet lenne, és ehhez is ugye be tudnánk vonni gazdákat, akiknek kognitív hanyatlást, kutyademenciát mutat a kutyája, és miután nem tudnak mivel próbálkozni, nincs kockázata annak, hogy most hát jó, hát akkor most egy Amerikai kutyának a széklet kivonatát lenyelik is kapszulába, csomagolva, és akkor megnézzük, hogy javul-e az állapota. És ez ahhoz képest, mint mondjuk egy gyógyszer, nem is tűnik annyira intruzívnak? Nem, szerint... nem, igen. Embereknél már zajlanak ezek a, a vizsgátok, és nagyon ígéretesek. És szerintem akár embereknél, akár kutyáknál ezek a kutatások mikor jutnak el oda, hogy ez mondjuk egy elérhető kezelésé válik? Hogy mikor jutnak el ide, hát nem mernék jóslatokba bocsátkozni, de embereknél nagyon ígéretesek a, a, a kutatások, úgyhogy nem olyan távoli jövőben ez megvalósulhat. Csitáltatok egy kutyabankot is, hogy erről mit lehet tudni, hogy ez mi a célja, miért jött létre, és, és mit váltok tőle? A öregedés kutatás során sok gazdával kapcsolatba kerültünk, akik, akiknek idős volt a kutyája, és, és el kellett tartatni, mert már nem, nem volt humánus életben tartani a betegségekkel küzdő kutyust. És a humán agybankoknak a mintájára létrehoztunk egy, egy, egy kutya agybankot, ami felajánlások alapján működik. Tehát, hogyha egy gazda megkeres bennünket, hogy ő szeretné a tudományt támogatni azzal, hogy a, az a elaltatott kutyát. El, elhozhassuk a mi laboratóriumunkba, akkor, akkor, ezt, akkor ezt megtesszük. Tehát köszönetel fogadjuk a felajánlást. Most már 168 agyat tudtunk összegyűjteni, és ez világszinten is egyedülálló, úgyhogy sok külföldi megkeresést kapunk emiatt. Tavaly jelent meg egy olyan publikációnk, ahol a Washingtoni Egyetemnek a a kutatóival közösen dolgoztunk, ők kidolgoztak egy olyan rendszert, amivel meg tudták mérni a béta amiloid peptidnek a szintjét az, az agymintákban. Ez azért érdekes ez a peptid, mert az Alzheimer kórus betegeknél ez szaporodik föl. A 42-es, mert most a sajtóban az 56-os számú, az 56 azt jelenti, hogy 56 aminosabból áll a peptid, amilyen az a 42 aminosabból állt. És és azt találtuk, hogy azok a kutyák, akik az elaltatásuk előtt kogni több kognitív hanyatlás jelet mutatnak, mutattak, azoknak az agyában magasabb volt ennek a peptidnek a szintje. Úgyhogy ez egy nagyon erős érva mellett, hogy a, a kutya kognitív hanyatlás mögött hasonló mechanizmus, mint az embereknél. És, 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 és akkor tényleg visszaugorva még a labor, nincs jó, nincs jó állat az Alzheimer-korhoz, hát a, ez alapján a hogy a kutya egy igen jó modellállat lehet. És uh, van-e az öreget, öregedésben, mondjuk a kutyáknál, a DNS-ben is valami elváltozás? Uh, mert mintha valami ilyesmit olvasnak, és ebbe is, ebbe is van valami jelentős elváltozás. Az, az mindig egy uh, szuper izgalmas kérdés, hogyha valaki uh, több mint száz évet él, Ugye ja, a legidősebb emberek 119 évet élnek. 122 volt az a francia hölgy, akit világrekordnak tartanak, de vitatott, hogy ő nem -e az anyukája identitását vette-e föl. Ahol nincs vita, az 119 év. És, és, és vannak genetikai vizsgálatok, ahol azt, azt próbálják kideríteni, hogy rájuk milyen speciális génkészleti jellemző, mert genetikai adottságok nélkül nem lehet ilyen hosszú ideig élni. És mi ezt megismételtük kutyákon. Kettő olyan kutyát találtunk, akik extrém hosszú ideig éltek, a 27 évig élő buksit Sári Tudvariban, és a 22 évig élő kedves élt egy menhelyen. Ugye 13 az átlagos életkor, a várható életkor a kutyáknál, úgyhogy a 27 az tényleg teljesen extrém. DNS gyűjtöttünk ezektől a kutyáktól, és megnéztük, hogy milyen, mely pontokon térnek el 850 átlagos kutyától. És találtunk több száz eltérést, amik immunrendszert, idegrendszert és gén működést szabályozó gének voltak, de ezt még azért nem kell készpénznek venni, mert kettő kutya az nagyon kevés. Tehát mi folyamatosan próbáljuk gyűjteni még a 20 év fölötti kutyáktól a DNS-t, és akkor megismételni ezt a vizsgátot egy nagyobb elemszámon. És ez is visszatérve a tenyésztéshez, hogyha azonosítjuk azokat a géneket, amelyek a hátterében állnak egy extrém hosszú és egészséges életnek, akkor akár erre is lehet tenyészteni. Tehát ez egy nagyon jó tenyésztési cél lehet, hogy itt vannak ezek a kiskutyák, ezek extrém hosszú életre számíthatnak, és közben a a egészségesek is lesznek. Angolban ugye me, me, külön is nevezzük ezeket, health span és life span névvel nevezzük az egészséges élettartamot, meg a, meg a teljes élettartamot. Természetesen nem az a cél, hogy bárki sokáig éljen betegen, hanem az, hogy sokáig éljen egészségesen. Úgyhogy a, igazából mindig a health span szeretnénk megnyújtani. Úgyhogy valóban történtek ilyen genetikai vizsgálatok is, és hogyha a kedves nézők közül van, akinek 20 év fölötti a kutyai, akkor nagyon várjuk, hogy jelentkezzen. A DNS-t akár postán is el lehet gyűjteni, tehát az ember maga is egy kis főtisztító pálcikával gyűjthet a kutya szájából mintát, és elküldi postán. Amerikából is kaptunk már egy több mint 20 évig élt Golden Retriever-től mintát. És mennyire várható, hogy vagy mennyire hasonló mondjuk az emberi DNS, meg mondjuk a kutyának a DNS-e, tehát várható, hogy amit itt felfedezünk, az esetleg mondjuk az embereknél is hasznos lehet később. 20 ezer génye van a kutyáknak is, és az embereknek is, és ebből 17 ezer nagyon hasonló. Úgyhogy várható, hogy, hogy, sok, mindenben, sok mindenben hasonlítani fognak. Igen, Így ezért is érdemes a kutyákat kutatni. Az utolsó, talán ilyen, ilyen záró kérdéskör, meg a etorobotika, hogy, hogy, a, hogy a kutya működése alapján is ugye próbáltak már ugye kidolgozni ugye ilyen robotokat, és hogy a, az, az etorobotika az pontosan mit akar, és szerintet hosszú távon itt mi, mi várható? A, az etorobotikáról a, szeretjük azt gondolni, hogy eleve a szót a, az etológia tanszéken találta ki Miklós Jádám, aki a tanszéknek a vezetője. Öm, a, története úgy indult, hogy 2003, nem, 2002-ben, 2001-ben, 2001-ben nyertem egy ösztöndíjat, amivel a Párizsi Sony Computer Science Laboratóriba ki tudtam utazni, ez a sony az egyetlen európai laboratóriuma volt, pedig azért, mert nekik volt az Aibo nevű kutyához hasonlító autonóm robotuk, egy ideig nem lehetett kapni, de most megint lehet, és akkor is lehetett még kapni, nagyon drága volt, Magyarországon nehezen hozzáférhető, de ők szívesen vették, hogy teszteljük le ezt a kutyát, vagy robotkutyát, hogy mit szólnak hozzá a valódi kutyák, illetve még azon dolgoztunk, hogy a kutyáknál alkalmazott tanítási módszert azt be lehet -e ültetni a robotba, hogy kellemesebb legyen vele interakcióba lépni. Mert ez volt a fejlesztőknek az egyik célja, hogy hogy sokáig kösse a felhasználót, és ennek része az is, hogy lehessen tréningezni, és a, a különböző robotok térjenek el egymástól, mint hogy a kutyák is mutatnak. Van saját személyiségük, és minden kutya egy picit ugye más robot, robotoknál is volt egy ilyen cél. És innen kezdődött egy, egy, egy kapcsolat, és az ebből születő publikációkra felfigyelt egy konzorcium, egy brit kutató, és meghívott bennünket egy Európai Uniós Együttműködésbe, aminek pedig az volt a célja, hogy olyan szociális robotokat fejleszen, amik ne, amikkel jó, kellemes együttműködni. És, és az volt az érvünk, hogy ehhez a kutya viselkedésének a megfigyelése egy jó alapot jelenthet. Tehát az evolúció, a háziasítás már már kitermelt egy olyan fajt, amelyikkel az emberek imádnak együttműködni. Látjuk, hogy milyen elterjedtek a kutyák, ez egy jól működő rendszer. És akkor pici elemeket, például a kötődést rakjuk át a robotba, mert mindenki nagyon fog örülni, amikor munka után hazajön, és akkor a robot neki és csak neki örülni fog, mint ahogy a kutya teszi. De közben mindig mondtuk, hogy persze legyen a robotnak hasznos funkciója is, tehát nem, nem a kutya helyettesítése volt a cél, hanem az, hogyha már amúgy is valami miatt ott van a robot a közelünkben, akkor legalább ne legyen nagyon idegesítő. Most jelenleg az etológia tanszéken Miklós Járdám csapata, Gácsi Márta, Ferdinándi Bence dolgozik robotokkal, és most egy ilyen pincérrobotot fejlesztenek, fejlesztenek éppen, ami ami pizzákat hord ki egy tálcán az embereknek, és akkor közben mm, lehet vele egy kicsit apróbb interakciókba lépni. Ez egy nagyon nehéz munka, igazából, mert a, eleve a, annak a fejlesztése, hogy a, hogy a robot fölismerje, hogy hol, hol vannak az emberek, el tudja kerülni az akadályokat, az önmagában egy, egy nagy teljesítmény, de minden esetre. Ez, ez el, el, f És egyébként, mivel hogy tényleg nehéz robotot építeni. Ezért néha a robot helyettesítve van távirányítós kis autókkal, és akkor ezekkel abda judit folytat teszteket, hogy mik azok a, a mozgásnak a, azok a jellegzetességei, amik egy élettelen tárgyat mégis élővé varázsolnak egy élőlény szemében. Tehát ő azt vizsgálja, hogy a, hogy a kutyák, attól függően, hogy éppen hogyan mozog ez a robot, nem robot, mert irányított kisautó, autó, miket csinál, az a vizsgálja, hogy hogyan reagálna. Úgyhogy ez, ezek a kutatások már, zajlanak. Sikerült már esetleg találni egy ilyen mozgásformát, ami, ami kivált az emberekből valamilyen érzelmet? Sokféle irányba elindultak a kutatások annak idején, tehát például azt, azt uh, ugye érdemes vizsgálni, hogyha mondjuk csak egy kis antennát rátesznek a, a, robotra, ami mint a kutya farka képes érzelmeket jelezni, akkor az milyen hatása van. A hanggal is nagyon sokat lehet játszani, úgyhogy a kutatásoknak ez az egyik iránya, hogy azok az általános jellegzetességek, ami alapján egy kutya hangban is fölismerjük, hogy ez egy pozitív érzelmi töltetű hang, vagy negatív érzelmi töltetű, ezeket le, lecsupaszítsuk, és, és, és be ültetve a robotba. Ezek a munkák folyamatosan zajlanak. Hosszú távon, ha előre tekintünk, és ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok idős ember lesz Európában, ugye néhány évtizeden belül, akkor ott szerinted ugye, mindenképpen valami szociális kötődéseit szükség lesz, lesz, ezeknek az embereknek, vagy ott szerinted mondjuk egy ilyen, ilyen robot, ilyen, ami, ami már etológiával is egy kicsit fel van turbozva, arra lesz inkább szükség, vagy kutyára, vagy szerinted itt mi tud majd esetleg egy megoldást jelenteni? Igen, ez egy izgalmas kérdés, és a senkinek nincs olyan vágya, hogy, hogy, egy ilyen csodálatos állat, mint a kutya le legyen cserélve. De azért vannak olyan emberek, akik nem tudnak ellátni egy kutyát, vagy allergiásak a kutyaszőrre, vagy valamilyen egészségügyi okból nem tarthatnak kutyát. Sok teszt folyik arról, hogyha nem is kutya, de például ez a bébifókaszerű robot a demens embereknek Hozhat-e egy kis szint az életében és nagyon-nagyon pozitívak az eredmények. Tehát a, ugye van egy olyan robot, egyre elterjedtebben használják, amit finom, kellemes tapintású szőr borít, és a bébisémáról már beszélgetünk, ennek is nagy szemei vannak, és tömpe óra, és, és meleg is. Úgyhogy nagyon kellemes őt simogatni és mindenféle apró mozgásokra képes, és, és lehet vele beszélgetni, és interakcióba lépni, és demens otthonokban nagy-nagy sikerrel használják, tehát sokat jelent az embereknek, hogy, hogy egy ilyen kis, hát nem lény, de ahhoz hasonló valamit gondozhatna, kontaktusba léphetnek vele, apró kis interakciókat lebonyolíthatnak, úgyhogy valószínűleg kénytelenek leszünk ilyen mesterséges pótlékokkal helyettesíteni a hiányzó emberi kontaktust. A legjobb lenne egy demens embernek is, hogyha valódi emberrel léphetne kapcsolatba, de hogyha nincsen, akkor, akkor, akkor ez van. Tehát, hogy lehet egy picit segíteni ezekkel az eszközökkel is és az elkövetkező mondjuk egy-tíz egy évben mi, mik azok az áttörések, vagy mi az, amit, amit te mondjuk személy szerint nagyon vársz, hogy, hogy bekövetkezzen? A kutyakutatásokban, amik, amik most elindultak, és, és forradalmi eszközöket használnak, ugye azok az agykutatások. Tehát itt az etológia tanszik út törő volt a, az fMRI kutatásoknak az elkezdésében is illetve az EEG is egy olyan módszer, amivel az agyi aktivitást kutatni lehet, úgyhogy egészen biztosan itt még nagyon sok érdekes dolgot fogunk látni, és, és újabb ö, ö, eszközöket is talán sikerül bevetni, úgyhogy azt gondolom, hogy, a, hogy az agykutatás az mindenképpen fejlődni fog a mi területünkön is, a maga, az öregedés kutatás, amit mi elkezdtünk, az is egyre Egyre népszerűbb és egyre fontosabbá kezd válni. Tehát azt remélem, hogy, hogy mi is tudjuk majd folytatni a kutatásainkat. Eddig az egészséges öregedéssel foglalkoztunk, most viszont um, próbálunk majd olyan kutyákat, kutyagazdákat bevonni, akiknek uh, kognitív hanyatlást mutató kutyájuk van. És amivel én most foglalkozom, az MTA lendülettársalatkutató csoportban, az pedig azt vizsgálja, hogy az, hogy sokan társként, akár emberként, akár gyerekként tekintenek a kutyára, ez hogyan befolyásolja az ő emberi, szociális kapcsolataikat, hogyan befolyásolja a gyerekvállalásukat, hogyha befolyásolja egyáltalán, mik a tényleges költségei és hasznai a kutyatartásnak, a, akár a mentális, akár a fizikai egészség szintjén, és akár a reproduktív aktivitásnak a szintjén. És emellett a kutya is nagyon izgalmas, tehát az, hogy társállatként tartunk egy kutyát, és nem feltétlenül a fajából következő igényeket elégítjük ki, hanem inkább azokat, amiket mi támasztunk felé, azok milyen viselkedési problémákat okozhatnak, és a bébisémára való szelekció, az pedig milyen morfológiai változásokat okozhat az agyban, és, az, és hogyan változtathatja meg az agyműködést. Az utolsó kérdését mindig felszoktunk tenni, hogy akár téged, akár a kutatást, akár a tanszéket hol, és hogyan lehet elérni. Ah, köszönöm a kérdést. Igazából a Facebookot ajánlom leginkább. Családi kutya programnak hívják az etológia tanszéknek a kutyával foglalkozó Kutatócsoportját, és létrehoztunk egy nagy csoportot is, több mint 15 ezer tag van benne, ennek kutya etológia a neve, és itt szoktuk hirdetni a tesztjeinket is. Tehát, hogyha valaki szeretne majd jelentkezni, akkor akkor itt megtalálja a hirdetéseket, illetve a legfelső kitűzött poszton ott vannak, hogy éppen aktuálisan mire lehet jelentkezni. És nagyon sok szeretettel várom, hogy nekik a kutyák imádnak az etológia tanszékre járni, nagyon sok jutalmat és simogatást kapnak. Dr. Kubi Gyernik, önök nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon, Spotifyon, Apple Podcasten vagy Google Podcasten. A következő adásig meg a viszonthallásra. Sziasztok!